Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánc Együttes 1986-ban alakult a helyi művelődési ház felkérésére. 91-ben vette fel a Csillagrózsa Hagyományőrző Néptánc Együttes neve, és 92-től közhasznú egyesületként működik. Az egyesületben az óvodáskorú gyerekektől a nagypapa, a nagymama korosztályig minden korosztály képviselve van. Ezt úgy kell érteni, hogy ez egy nagy család, aki tudja a dolgát. A táncosok táncolnak, a vezetőség dolgozik, és nagyon jól érezzük magunkat ebben. Miután egyre szűkösebb keretek között tudunk dolgozni, így kénytelenek vagyunk, de egyébként örömmel tesszük, hogy minden évben, ilyenkor tavasszal egy szponzorbált rendezünk, ami valamiféle kis bevételi forrást jelent az együttesnek. Szereted a páradat? Együttes zömének olyan 60%-ának saját ruhája van, és örömmel tudom elmondani azt, hogy most már annyira igényesen válogatják össze a régi viseleteket, hogy az itt megjelenik. Az együttesnek saját tulajdonában van 10 garnitúra ruha, és a sárközi táncokon kívüli táncokhoz pedig megcsináltattuk a délalföldihez, a szatmárihoz a jellegzetes ruhát, a viseletet. A tánccsoportban 1986 óta ugyanis ez a tánccsoport akkor alakult, de én aktívan 13 éves korom óta, tehát 1978 óta táncolok folyamatosan. Az együttes vezetőjétől, Lőcziné Polányi Justinától megtudtuk, mostanában a költségek miatt egyre nehezebb nemzetközi fesztiválra eljutni, ám ha minden jól megy, az együttes július 9-én mégis eleget tehet egy gráci fellépésnek az Európa Napok keretén belül. A bálon a vendégek nagyon jól szórakoztak, és remélik, jövőre szintén megrendezik a Decsi szponzorbált.